Diplomaosztó ünnepséget tartottak a Kézdivásárhelyi Kántál Szakképző Központban. A magyar kormány támogatásával 2021-ben felújított Kézdivásárhelyi Minorita Rendház Erdély szerte az egyik legszínvonalasabb turisztikai és idegenforgalmi képzésnek ad otthont. Az idén végzett a második évfolyam 63 diák gyakorlati felkészültségből is sikeresen vizsgázott. A Kantai Szent Háromság Római Katolikus templomban kezdődött a Kanta Szakképző Központ diplomaosztója. A Szentmisét Urbán Erik, az erdélyi ferencesek tartományfőnöke celebrálta. Arra kérte a végzősöket, hogy nemzetszolgálatnak tekintsék munkájukat. Az ünnepélyes diplomát adót a Kanta Szakképző Központjában tartották, ahol Csák János, Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériumának tárcavezetője kiemelte, a magyarországi szakoktatás világszínvonalat képvisel, és ez tükröződik a Kézdivásárhelyi Szakközpontban is. Nagyon sokan azt gondolják, hogy mi magyarok a történelem áldozatai vagyunk, de nem így van, mi a túlélői vagyunk. És ennek a záloga a tudás, a gyakorlati tudás, amit csak összefogással tudunk elérni. Itt a Kantában ma a diplomátadón több mint 10-szer annyi fiatal kollégának adtuk át a diplomát, akik itt három széken fognak dolgozni, és úgy gondolom, hogy ez a siker záloga. Az idén turisztika és vendéglátás, illetve építőipari szakokon 63 diák végzett. Az oktatást a magyar kormány és a helyi önkormányzatok vállalkozók támogatásának köszönhetően tudják biztosítani. Mindig egy minőségi szakmaképzés a célunk, ami nem csak képez, hanem olyan tudást ad, amit azonnal a munkaerőpiacra tud fordítani az illető. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez az együttműködés, együtt gondolkodás lehetővé teszi azt, hogy megerősítsük az összetartozást. A diplomaosztó ünnepségen elhangzott, a következő tanévben új ágazatokban is beindul a képzés, így a szállodában dolgozó fiatalok is oklevelet szerezhetnek. Ugyanakkor 2 éves esti tagozat beindítását is tervezik a duális partnerek bevonásával.